gyakorlatunkban a fehérjék kémtartalmának kimutatását végezzük el, amelyhez vizsgálati anyagként tejet fogunk használni. A fehérjék kémtartalmának kimutatásához ólomacetátot és nátriumhidroxidot használunk még fel. A kémcsőbe nagyon kevés ólomacetátot teszünk, hiszen utána, ha nátriumhidroxidot adunk hozzá, akkor csapadék képződik, és ennek a csapadéknak fel is kell oldódni. A lúgfelesleg hatására. Nagyon szépen látszik a keletkező ólomhidroxid csapadék. És itt lúgfelesleg hatására szépen feloldódott. Egy kevés tejet öntünk hozzá, amitől az oldatunk opálos lesz. Majd pedig ezt az oldatot borszeszégő lángjánál megmelegítjük a színváltozás eléréséig. A fehérjékben, kéntartalmú aminósavakban a kén nagyon gyengén kötött, elég könnyű kiszedni a fehérjéből, és ez a kén az ólommal, ami az ólomacetát oldatban van, sötét színű csapadékot fog adni. Már látszik, hogy színesedik a kémcső, pontosabban a kémcsőben lévő oldat, és kezd megjelenni a csapadék. Sötét színű ólomszulfid csapadék vált le, ami állás hatására kiülepszik a kémcsőben.